A Külpesti srácok című kötetettel gyakorlatilag befejezted a rendszerváltással induló sorozatodat. Gyakorlatilag mindegyik budapesti felkelő csoportról írtál már egy könyvet. A kérdésem az, hogy miért pont az utcai ellenállókkal kezdtél el foglalkozni, hiszen azért itt vannak az értelmiségi ellenállók, volt a vidék Magyarországának a forradalma, tehát számtalan téma adódott volna, de te kifejezetten a pesti srácok témakörét választottad. Igen, valóban így történt. Ennek a fő oka az, hogy legelőször, mikor ezzel még tulajdonképpen el sem kezdtem foglalkozni, akkor volt egy legendás felkelő, Angyal István, talán az egy elég közismert személyiség, figura, akinek a vallomását egy ismeretlen, anonim személy bedobta jó apámnak a postaládájába, és hát ez akkoriban egy hihetetlen kordokumentumnak számított, most is az, de akkor teljesen, hogy mondjam, csak mint valamiféle más bolygóról történő vagy információ, ami a forradalomnak a egyfajta aspektusával, vagy egyfajta megközelítését jelentette. Ezt akkor ebből csináltunk egy könyvet közösen, és miközben csináltuk közösen a könyvet, ugye tekintve, hogy a Tűzoltó utcai felkelőcsoportnak volt a parancsnoka, akkor belemerültem már valamennyire ebbe a témakörbe is. Tehát ez egyik oka annak, hogy ezt elkezdtem, akkor gondoltam már legyen a folytatása is, de nem csak ez volt az oka, hogy a felkelőkkel foglalkoztam, hát az is, hogy az értelmiségiekkel már sokkal korábban is szakszerűen sokan foglalkoztak, jelentek meg publikációk. Nem mintha a felkelőkkel nem, de a felkelőket, tehát levéltári források, most már tudom, akkor még nem voltam ilyen biztos benne, de a levéltári források nélkül az teljesen, hát hogy mondjam, csak a legendák és a nagyra mondások, meg a hárjánoskodások története volna csupán, ahány ember annyi történet, az az értelmiség körében azért még sincs így. És harmadrészt pedig, hát valami kapcsolatom nekem is volt a munkássággal, mert sokat azelőtt, a rendszerváltás előtt, én is fizikai szektorban sokat dolgoztam. Hát ilyen értelemben úgy éreztem, hogy ezt nekem kell leginkább megoldani, ezt a feladatot, nem másnak. Egyébként mennyire érzed azt, hogy ezt a témakört a jobboldali történetírás azért kezdik kisajátítani. Tehát, minthogyha forradalmat egyszerűen leegyszerűsítenék arra, hogy itt voltak a pesti srácok, voltak a munkásfölkelők, és voltak az utcai harcok. Holott nem erről van szó azért. Pontosan nem, mert hát sajnos nem kezdi, hanem most már ez annyira áthalott a érdeklődő közvéleményt, vagy kevésbé érdeklődő közvéleményt is, hogy bizony most már régóta, most már legalább 15 éve, 56 az összemosódik a jobboldali, a szélső jobboldali követelésekkel, vagy azonosítja az utca emberre, most megkérdezném 10 embert, 9 ezt mondaná, hogy ezek a jobboldali célkitűzései voltak 56-nak, pedig nagyon nem, még a munkásságnak sem, még a felkelőknek sem, érdekes módon nagyon nem, különösen nem azokkal a csoportokkal, akik leginkább ismertek, a korvinisták, 8., 9., 7. kerületi felkelők, ezek főleg a baloldali célkitűzéseikre voltak messzenőkig ismertebbek, már akinek volt valamiféle politikai kredója, de volt egy csomó, és nem csak Angyal István, ami híresen, igen, csak baloldali gondolkodás, sőt, kommunista személyiség volt, de a többiek is nagy részben egyfajta szocializmusnak a megreformálását szerették. Tehát nagyon nem szerették persze a rákosista, szálinista rendszert, de nem szerették volna, ők nem tudták, hogy mi az, hogy a kapitalista restauráció, hogy mit jelent, mert ők a hortista restauráció gondoltak volna, már pedig én azt gondolom, az nem az a kapitalista restauráció, ami a horti rendszer, ugye, rendszere, amit szintén nagyon nem szerettek. Tehát ellentétben azzal, amit most sokszor a politika kerjeszt,
nagyon nem szeretik a horti rendszert, többnyire akik a részt vettek, akár így, akár úgy, akár amúgy a felkelésben. És ebben kicsit különbözik, hogy kapcsolódjak a mostani jelenlegi kötetemhez. A külváros ilyen szempontból kicsit más volt. Ott már, ott ugye egyrészt sokkal idősebbek voltak, akik a forradalmat ott irányították, régi kipróbált politikusok, ők nekik volt komolyabb befolyásuk a dolgok mellettére, de ők sem szélsőbb oldaljak voltak, ők inkább egy kisgazda párti. Na, nyilván nem a Tordyánféle kisgazda pártra kell gondolnunk, hanem a 45 utáni kisgazda pártra, amit ugye Kovács Béla, Nagy Ferenc fényméltetve elsősorban, tehát ők meg ebben elsősorban ez volt neki, ez volt számukra a követendő példa. Édesapád Őrsi István író, a forradalom után több évet töltött börtönbe, ha jól tudom, a 61-es vagy 63-as amnestiával szabadult. 60-ban szabadult, tehát akkor még a nagy amnestia előtt. Ő azért már akkor is értelmiségi közegben mozgott, de ha jól tudom, akkor egyfajta ilyen kapcsolattartó szerepe is volt a munkástanácsokkal. Egyébként ez is szerepet játszott a témaválasztásodba? Tehát, hogy így a munkásság és az utcai felkelők felé fordultál? Na, igen, valamennyire nyilván, ki kevesebb mértékben. Tehát Őrsi István, ugye az igaz, hogy 60-ban szaladul, de nagyon korán kezdte meg a fogságát, már 56 decemberében, tehát így több mint három és fél évet lehúzott, és ő az Írószövetségnek, hogy hát igazad is van, hogy kapcsolódott persze, akkor már ő valamennyire ismert író is volt, nem nagyon, de mégiscsak ő már megjelent a sajtóban is, mint író, mint fiatal író, és a munkástanács között volt összekötő szerepet játszott, tehát a Írószövetség döntéseit, vagy megbeszélés, ő volt, aki kapcsolatot tartott az Írószövetség és a munkástanács között, és hát a munkástanács székházában, az Akácza utcában is tartóztatták le a rendőrök. Na most visszatérve a másik kérdés másik terében, hogy valóban az ő személyisége, ugye hát mi mindig is nagyon jó kapcsolatban voltunk, mert hát a baráti közeg is mind 56-os volt, tehát ez is valamennyire nyilván részese volt az érdeklődésemnek, de elsősorban nem ez, hanem főleg az hogy a szamizdat, annak idején, amikor szamizdatban jelennek a kiadványok, akkor tekintve, hogy a tiltott gyümölcsnél nincs élesebb, akkor ezeket a tiltott anyagokat mind elolvastam, és mire a rendszerváltáshoz érkeztünk, már elég jól, viszonylag amatőr szinten elég jól fel voltam vértezve, elég jól ismertem már az eseményeket, és a valamennyire ez a témaválasztás annak is szólt, hogy én szerettem mindig is az ilyen ősi mitoszokat, meg görög mitoszokat, meg egyek, és valami olyasmi volt ez hogy egy ilyen kis ország, mint Magyarország, tehát a Dávid küzdelme az elképesztő nagy behemóttal, Góliáttal, mint ami a Szovjetunió, hogy létezik, ez is nagyon érdekelt, hogy volt ez lehetséges, hogy ez tartott, és egy átmenetleg győzelmet is aratott, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes kérdésre találtam, hogy ez hogy tudod meg, hogy létezhetett ez, úgyhogy ez is vonzott a megismeréshez. Említetted, hogy a külpesti felkelők politikailag kicsit talán jobbra álltak a belvárosiaktól, 7.-8. kerületiektől, de miben volt még különbség? Tehát te tényleg megírtad a pesti srácokat, a budai srácokat, mindenkit megírtál Budapesten. Mik a lényegi különbségek? A lényegi különbség ugye az, hogy a külváros, ami még azért vegyük észre, ugye, hogy azok még nagyon elég friss Budapest tartozékok voltak, ugye 50-ben alakult meg a Nagy Budapest, tehát ezek a külvárosi részeknek volt egy eléggé erős öntudata is, és egy annak megfelelő polgár, úgy tették, hogy ez a külvároshoz tartozás, ez szabja meg elsősorban az ő helyüket. És ezek a közösségek is, ez a kis közösségek, mint a vidéken is, egész másképp működtek, mint Budapesten. Budapesten ilyen felkelő csoportot, nem mondjuk akár Korvin közben, Szénatér, Baros tér, legnagyobb csoportokról beszélünk, ott teljesen spontán módon keveredtek, vagy csak jött össze egy óriási felkelő csoport, és minden spontán alakult. Vidéken azért nem egészen így volt, ott ugye már meg, ott annak rendje módja szerint alakultak ki a csoportok, vagy ahogy ezeket a, mondtam előbb, viszonylag tekintélyes
személyiségek, akik akkoriban forradalmi bizottságot is alapítottak, és átvették is a vezetését, és a közigazgatás vezetését a tekintélyesebb személyiségek. Ennek megfelelően alakultak, formálódtak a csoportok, amelyek nagyjából zömében a helyiekből tevődtek össze, tehát ismerték egymást, ez is nagyon fontos különbség a belvárosiakhoz képest. És igen, a belvárosiak, főleg hát az akkori sajtó, meg a rádió, tehát úgy lehet mondani, hogy röviden kifejezve Nagy Imrés vonalat képviselték, tehát azt az értelmiségnek azt a vonzás köréhez kezdtek kapcsolódni, ami egyedülálló talán szinte a magyar történelemben, és egyáltalán a jelenkor történelme különösen fantasztikus, hogy akkoriban ez a Nagy Imrés értelmiség, ez ennyire nagy hatással bírt ekkor forradalom idején. Aztán később ez megszűnt, tehát nem is kell mondani, a rendszerváltás után mennyire szűn meg ez, de akkor mégiscsak ez egy nagyon fontos kapcsolódás jelentett, bármennyire is szeretnék ezt a mai politikusok ezt aktuál politikai célokból letagadni. Külvárosban meg ez volt egy döntő, hogy ott az önszerveződés sokkal gyorsabban megindult, és jobban kikristályosodtak. Ezek a helyi forradalmi bizottságok, amik megalakultak, azok hamarabb talpra is álltak, és el is kezdték a kommunista közigazgatás felváltását. Ez a belső keretben nem indult meg természetesen. Még a második keretben úgy, ahogy. De az is sokkal később, tehát inkább az is már akkor, mikor a tűzszünetet megkötötték a szovjetekkel, akkor második keretben. Belső keretekben meg egyáltalán nem. Ezt láttam a legfontosabb különbségnek a kül- és a belváros között. Beszéltük a könyvedről, de azt mindenképpen említsük meg így a beszélgetésünk végén, hogy pontosan ez mikor jelenik meg, mikor kerül a könyvesboltokba. Most reményeim szerint most egy hónap múlva, hamarosan nyomdába kerül, arra számítok, hogy olyan október 15-én tárgyasulni fog a kötet, és akkor egyszer s mind meg is jelent a könyvesboltba. A bemutatója, hogy sikerül, az még egyelőre a pandémia miatt kérdéses. Én azt szeretném, ha minden érintett kerület, ebben a kötetben 7 kerület szerepel, de legalábbis a fontosabb kerületeknél lenne ilyen könyvemutató, összekötött megemlékezés, 56-os megemlékezés, ugye most ugye itt van az évfordulónk is, de hogy ez mennyire sikerül megvalósítani, vagy esetleg ez online formájában, ezt most még nem tudom, tárgyalok a kerületekkel, tehát én szeretném, ha lenne azért megemlékezés. Hát ezek a külváros visszatérve nem egyforma szerepet játszottak a forradalomban, ezek közt különösen Újpest, a Pest-Lőrinc, Kispest, Angyalföld, ez a sorrend körülbelül, ahogy amennyire részesültek a forradalomban, és három kerület, a 15., a 16., a 17. kerület viszonylag kevésbé vett részt a forradalmi eseményekben. Ezt még azért hozzá teszem, hogy pontosítani akarnám a külbecsi srácok cím, mit akar, akkor ezt akarja. Hát akkor meglátjuk, hogy vagy online, vagy offline, de valamilyen könyvemutató biztos lesz. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én is remélem, hogy lesz, és köszönöm én is a beszélgetést.